Szóval szerintem ez az egész átváltozás kapcsán az idősebb és a fiatalabb generációk közötti nézetkülönbség az élettapasztalatból adódott. Akik közvetlenül megérték 56-nak a tragikumát és a utána következő dolgokat, azok féltek. Tehát nagyon féltek 89-ben. Féltettek minket, fiatalokat, nehogy baj legyen. A szüleink, hát akik még éltek, nagyon féltettek minket. És ugye az átalakulás hangadói mi voltunk, tehát tőlünk várták mindig, hogy mi a véleményünk, és ezért volt érdekes, hogy mi egyértelműen a négy igen mellett voltunk. Tehát olyan nagy visszajelzésekre én nem emlékszem. Azért az a református ibaházban volt, amire a Tamás emlékszik. Én egyre emlékszem, hogy bejött a Tamás, előre ment oda a színpad elé, fogott, ugyanilyen székek voltak, és akkor így beült, így, még ezzel is ingerelt minket, hogy nem tud normálisan ülni, ide jön ez a pali, és nem tud rendesen ülni, és elkezdi magyarázni a magyarázhatatlant. Mert ha ott akkor azt mondott, hogy gyerekek, igazatok van, elcsesztük, akkor kész, akkor nincs semmi dolog, de magyarázni ott, hogy ezért meg, hogy alkotmányosság, meg így, meg úgy, meg a jó, hát a kutyát nem érdekelte. Tehát bennem ez maradt meg, hogy Tamás így beült, ott fény lett a feje, kopasz feje, és próbálta magyarázni a magyarázhatatlan. Máshová is kellett menned? Bocsánat még. Igen, de a legemlékezetesebb az Csáky András személye egyébként a dolog.